Ragyogóan indult a 2021-es versenyszezon a Szombathelyhez 1000 szállal kötődő, 2019-es év vasi emberének választott Eckler Luca számára. A 22 éves paraatléta mindkét versenyszámában, 200 és 400 méteres síkfutásban is aranyérmet szerzett a jezolói World Para Athletics Grand Prix-n. Mert én nagyon vártam, mert 2019 óta nem volt a nemzetközi versenyünk, úgyhogy ez azért egy elég hosszú kihagyás volt. Így hát nagyon örültem már annak is, hogy újra rajthoz állhattam, mert tényleg találkozhattam azokkal a versenyzőkkel, azokkal, akikkel majd a nemzetközi poronon is megmérettetjük magunkat. Úgyhogy amúgy inkább egy felkészülési versenynek illetve most ez a jezolói, mert elég hideg volt, meg még a szezonnak is nagyon az elején tartunk, és csak most fog elkezdődni. A világ és Európa bajnok sportoló nagyon várta az olasz versenyt, hiszen már 2 éve nem állt rajthoz külföldi viadalon. A testnevelési egyetemen tanuló és annak színeiben versenyző Eckler Luca számára nagyon biztatóak az Olaszországban elért eredmények, hiszen fontos versenyekre készül a közeljövőben. Az év legjobban várt eseménye természetesen az augusztusban rajtoló tokiói paralimpia, ahol a sprint számok mellett világcsúcstartóként távolugrásban is indul. Tényleg szeretném majd a legjobban nyújtani, és én mindent meg fogok tenni azért, hogy minél jobb eredményt érjek el, és majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Szeretnék távolugrásban is, meg a sprint számokban is, amiben majd indulok, tényleg minél jobb helyezést, és akár érmekkel hazajönni majd. Eckler Luca a paralimpia előtt májusban a Budapest bajnokságon, júniusban pedig a lengyelországi paraatlétikai Európa bajnokságon is rajthoz áll.